előtte azonban mulatós nép a magyar. Legyen a világ bármely pontján, legyen öröm vagy bánat, mulatni valamiért mindig van ok, olykor pedig sírva vigad a magyar, mint tudjuk. A messzi Ausztráliában pedig hiába süt épp a nap, hiába aranyosak a koala mackók, és hiába szeretik ott nagyon a mi fiainkat. Mit ér az egész egy jóízű magyaros mulatság nélkül? Nos, ezt utazott a helyszínre orvosolni a mindig nagyon vicces és jókedélyű duó, MC Havel és a Teknő. Tizennyolcezer kilométerre Magyarországtól Ausztráliában vagyunk. Az egzotikus ország gyönyörű tengerpartjai a kontinens felfedezése után 240 évvel még mindig ideális terepnek számítanak, ha idegen civilizációkat akar megfigyelni az ember. My name is Ausztrál, Kovács Mester vagyok. Kis lánca, nagy lánca. Ide, come on, Ausztrál, háztam, ajádak, hala. Nagy lánca, ez a kiászom, adáda. A magyaros akcentus, valamint a pajzán poénok alapján már mindenki sejteti, ők bizony nem ausztrál őslakosok, vagyis aboriginálok, hanem Kárpát-medencei látogatók, akik itt vetődtek partra. Azt mondom, hogy mulató zene, akkor a legtöbb embernek bizonyára a lakodalmak, a művelődési házak, vagy éppen a falunapok jutnak az eszébe, és semmiképpen sem az egzotikus utazások, vagy éppen a gyönyörű tengerpartok. Most látni fogják, MC Havel és a Teknő alapos rácáfol erre. A nem túl szofisztikált, ám de annál népszerűbb mulatos popzene hazai csillagai, az MC Havel és a Teknő zenekar Ausztráliában turnézott, ha hiszik, ha nem, már negyedszerre. Ezúttal mi is elkísértük őket, hogy bebizonyítsuk, a magyaros mulatozás nem ismer határokat. A legtöbb magyar szeret mulatni, és legyen az vagy akár Magyarország, legyen az akár külföld, ez egyaránt így van. Kezdjük utunkat Sydneyben, a leghíresebb ausztrál városban. Itt van ugye a híres operaház és a jelképes kikötői híd. Na és sok-sok itt élő hazánk fia, akik szó szerint ki vannak éhezve egy jó kis magyaros bulira. Kör közepén állok, körbe vesznek jó barátok, körbe vesznek jó barátok és rosszak. A belváros egyik hoteljének külön termében különös születésnapi buli kezdődik. Az ünnepelt a három éve itt élő budapesti lemezlovas Kegye Gergely. Geri nem aprózta el a dolgot, meghívta úgy 250 magyar barátját, na meg egyik kedvenc zenekarát Budapestről. A buliban még azok is táncra perdültek, akik már itt született másod, harmad generációs magyarként már csak kevéssé beszélik az anyanyelvet. Sőt, volt olyan ausztrál fiatalember is a partin, aki kifejezetten magyar mulató zene rajongó. Laci Becsáró, Kikindai Becsáró, Zambó Jimmy, és Pasiva van. Azt hiszem mindenki felismerte ezeket az előadókat. Több célom is van alapvetően az, hogy egy picit összefogjam a fiatalokat, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a jövőben is tervezünk minden fél évben, egy évben egy olyat, hogy Magyarországról egy híres előadót meghívunk ide Ausztráliába. Másnap este már pár száz kilométerrel még távolabb Melbourne-ben találjuk a fiúkat, második koncertjükre készülnek. Ez a hatalmas épület nem egy szimpla művelődési ház, a pálmafák melletti templomot sem véletlenül hívják Szent Istvánnak. A templom szerves része tulajdonképpen a melbourne-i magyar központnak, ami ha jól tudom, ez a világon a legnagyobb magyar ilyen kulturális komplexus, ami a komplexum, ami a Kárpát-medencén kívül van. Hallhatják, Teknő Miki nem csak mesterien énekel, hanem egyedülállóan szálgitározik is. A közönség persze nem erre váltott jegyet, hanem hamisítatlan magyar mulatozásra. Ebben pedig hőseink, meséli büszkén MC Havel, verhetetlenek. Nem
nem az a büszkeség számomra vagy számunkra, hogy itt is meg tudjuk mulattatni az embereket, hanem az, hogy mindenhol. És mindenhol egyformán jó buli van, mert ha az első, második számnál nem állnak is föl táncolni, mi akkor is addig pörgetjük őket, és addig poénkodunk, vagy addig úgymond hergeljük őket, amíg fel nem állnak, és magyar ember erre a mulatos zenére mindig fel áll táncolni. A koncertre összegyűlt 300 embert látva úgy tűnik, MC Havernek igaza van. A távoli kontinensen új életet kezdett kivándorolt magyarok nem felejtették el táncolva kiadni örömüket vagy éppen bánatukat. Az én kedvemért, aki most kicsit is jól érzi magát, vagy nagyon, akkor az háromra sikítson egyet. 1, 2, 3! Az osztatlan sikert látva persze a főszervező is elégedett volt. Egy kicsit büszke vagyok magamra, és bocsánat, hogyha ezt mondom, de a tegnapi Sydney buli után, ami teltházas volt, a mai Melbourne is teltházas, és nagyon nem várták az emberek azt, hogy, illetve a zenekar se, én se nem vártuk, hogy ennyien eljönnek ma este. A holnapi aktívban folytatjuk a magyar mulatósok ausztráliai kalandjait, mert hogy bizony nem csak muzsikáltak itt a fiúk, hanem keresztül kasul bejárták a hatalmas országot. Sőt, még egy rég nem látott ismerőssel, Bérezzóval is találkoztak. Kenguruk, koalák és rég nem látott cimborák, tehát holnap az aktívban.